Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Elérkeztünk a Karácsonyra Várva című műsorunk harmadik részéhez, melyben különleges és nemes ajándékozási lehetőséget mutatunk be önöknek a Márta Ráma képkeretezés jóvoltából. Beszélgető partnerem Márta, az üzlet tulajdonosa. Így karácsony táján milyen ötletekkel, kívánságokkal térnek be hozzád a vásárlók? Egyrészt az általuk vásárolt műalkotásokat, vagy az elkészített fotókat keretezhetik be, amiben igyekszünk a legnagyobb segítséget megadni nekik. Másrészt egyre fontosabb az emberek számára az, hogy olyan ajándékokkal lepjék meg a szeretteiket, amit önmaguk készítenek. Most ehhez viszont valóban szükséges az, hogy tanácsokkal szolgáljunk, mert a keretezés ebben az esetben igen fontos, tehát sokkal szebbé, érdekesebbé, változatosabbá tudja varázsolni ezeket a dolgokat. Gondolok itt például kézi munkákra, nagyon sokan szeretnek kézi munkázni, keresztemes munkákat hoznak, ami esetleg karácsonyi témájú is, vagy goblejnokat. Ugyanakkor nagyon nagy öröm a szülők számára az, amikor a nagyszülőknek például a kisgyerek rajzát, grafikáját, esetleg az általa készített tűzdománcokat ajándékozhatják. Hát itt is nagyon fontos az, hogy ezt milyen körítéssel tudjuk vállalni. Felélednek a hagyományok, így például már a karácsonyi készülődés is sokkal bensőségesebb. Szóval azt hiszem, hogy az emberek számára egyre fontosabb az, hogy a család közös ünnepeket megfelelő módon élje meg. Ezek a készülődések, ezek lehetnek ugye közös sütések, sütemények, például ugye mézes kalács, én is minden évben sütök mézes kalácsot, és azt évek óta a kislányommal együtt díszítjük. De lehet esetleg például csipke, a csipkeverés újból kezd feléledni, ami nagy öröm az ember számára, és azt egy megfelelő keretbe tenni, hát az nekünk is öröm, és a kész munkát átadni gondolom, hogy mindenkinek nagy örömet jelent. Ezek a kis munkák funkcionálhatnak például karácsonyfa díszként is, hogyha a háttapját is megfelelő módon kezeljük a képnek, és akkor ezzel egy új szint tudnak varázsolni a megálmodott, az idén megálmodott karácsonyfájukra. Az ünnepi készülődés során nem csak a karácsonyfa feldíszítésére készülünk, hanem azt hiszem, hogy egyre többen szeretjük a lakást is egy kicsit megváltoztatni erre az ünnepre. Így sokan a saját maguk által készített kis kompozíciókat bekeretezve, vagy például a régen gyűjtött és most is divatossá vált szalvétákat bekeretezve egy új szint tudnak varázsolni a környezetben is. Természetesen ezek a változatos igények igen változatos anyagszükséglettel járnak. Hát a mi üzletünkben 300 féle keret közül válogathatnak, megfelelő körítést tudunk adni paszpartok készítésével, non-reflektív üvegekkel a visszacsillogást meg tudjuk akadályozni. Tehát igyekszünk minden szempontból az igényeket kielégíteni. Kedves nézőink! Elérkeztünk műsorunk utolsó állomására, melyben a képek után tovább folytatjuk az otthon karácsonyi hangulatának megteremtését. Ebben a varázslatban segít nekünk a Bászati lakberendezés tulajdonosa. Edi, te hogy készítettél a lakásodat karácsonyra? Hát először is átgondolom, már a készületeken az ember ilyenkor már nagyjából túl van. Átgondolom azt, hogy milyen színeket szeretnék bevinni a lakásba. Mi az, ami megfűtté meleggé, ünnepélyessé teszi a lakást. Ebben az évben az arany és a fehér színt választottam. Melegséget, ünnepi hangulatot az egész lakás területén valamilyen szimbólummal vagy valamilyen jelképpel megjeleníti az ember, az lehet egy kürtőszoba, kirak az ember egy törölközőt, amin egy karácsonyi motivum van. A konyhákban az asztalterítők, az asztali díszek, az edényfogó kesztyűk, az alárkészek, rengeteg választék van. Rengeteg lehetőség van. Itt az ütegés nagyon sok minden megtalálható. Ha az ember eldönti azt, hogy milyen színnel, azt az egész lakáson végig tudja vezetni, a párnáknak, a gyertyáknak, ezeknek mind nagy jelentősége van. Lényeges az, hogy napról-napról az ember emlékezzen arra, hogy milyen lesz, mert a legkedvesebb ünnep az emlékezni.
akik már túl vannak az előkészületeken, és megvan minden, minden harmonizált, de még ajándékozási gondjaik vannak, azoknak tudsz valamit ajánlani? Szerintem nincs olyan nő, aki ne örülne olyan jellegű ajándéknak, amivel az otthonat képítheti és dekorálhatja. Egy nagy segítség a férfiaknak, a férjeknek, mert ha az üzletbe bejön egy asztalterítő, egy váza, ágytakaró például. Szerintem egy nagyon szép ajándék, ha valaki a hálószobáját fel akarja nyitani, és nem drága bútor tesz, hanem vesz hozzá egy ágytakarót, egy szép szőnyeget, egy szép szűkön. Ezek megtalálhatók színbe, mintázatba egyformák, tehát nagyon szépen össze lehet válogatni, de még a kispárnát is hozzá. Tehát nálatok megvan minden, ami minden. Harmonizál egymással. Harmonizál, és nagyon nagy előnye ezeknek a termékeknek, hogy minden gépben mosható. Tehát a szőnyeg is, az ágytakaró is, és ez egy nagyon fontos dolog. Modern háziak, fontos... biztos örülnek ezeknek a dolgoknak. Ezt tudom javasolni az ajándékozásra, mert apróságtól váza, gyertya, ékszőklet, fali szőnyeg, fali képek, órák. Ha valaki beköltözik egy üres lakásban, és eljön hozzátok, hogy adjatok tanácsot, vállaltok ilyesmit? Természetesen, sok mindennel foglalkozunk, lakberendezéshez végig minden hozzátartozik. A tapéta, a szőnyegpadló, az ajtók, a minden dekorálás. Most sok mindennel foglalkozunk, megpróbáljuk a megrendelőket úgy kielégíteni, az igényeket, hogy ne kelljen kutatni. Ne kelljen üzletről üzletre járni, hanem megtesszük, hogy inkább mi járunk utána, és olyan emberekkel dolgoztatunk, akik ezt maximálisan meg tudják teremteni. Üvegfestés, kovácsolt vas, bútorkészítés, akkor méretrevarrás, az is nagyon fontos, bárki behoz egy anyagot, mert ő ahhoz ragaszkodik, azzal az egész lakásról tudjuk biztosítani. Kedves nézőink, műsorunk végéhez értünk. Remélem mindenkinek tudtunk ötleteket adni a készülődéshez és az ajándékozáshoz. Köszönjük, hogy velünk tartottak, boldog karácsonyt! Because I've done it so bad.